2002 óta rendszeresen megünneplik hazánkban a Magyar Festészet Napját, amelynek október 18-ai dátuma egybeesik a festők védőszentjeként nyilvántartott Szent Lukács névnapjával. Rákoshegy az országos rendezvény sorozathoz immáron második alkalommal csatlakozott, a kerületrészi művelődési házban ezúttal a rákosmenti képzőművészek, Szinesztézia, a Muzsika képei című zenetematikus tárlat keretein belül mutatták be alkotásaikat a nagy közönség számára. Az esemény kezdetén Guy Wood My One and Only Love című szerzeménye csendült fel Uher Györfi Bálint szaxofon művész előadásában. A 13 alkotó 22 művét felsorakoztató kiállítás anyagait Salamon György festőművész ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, és mint elmondta, ezúttal a zene köré összpontosult a festmények tematikája. Hozzátette, a festészet és maga a képzőművészet már egészen a prehisztorikus időktől szoros kapcsolatban állt a zeneiséggel, a hangokkal, a ritmussal. A harmonikus viszony szemléltetésére Salamon György egy személyes élményéből fakadó példát is felhozott. A magam példájából kiindulva. Egész gyermekkorom a zenéből nőtt ki, egész nap szólt a rádiónk, amely a 40-es évek elejéről ránk maradt, favoritású, szép Orion készülék volt, elől macska szemmel. Ez a macska szem az első hang és színélményeim ne továbbjaként máig meghatározol a zöld színek világát illetően. A festőművész hangsúlyozta, hogy bár jelenleg vészterhes időszakot élünk, robajokkal teli a világ, az alkotók mégis kiszűrték ezekből a kaotikus effektusokból a maguk harmóniáit, melyeket képi formába öntve jelenítettek meg a vásznakon. A mikorunk zaja, a lüktetés, a beat, az ütés. Menekülünk előle, de nem tudunk meglenni nélküle. Az ütés, a beat az életünk. De ez nem most kezdődött, hanem már a vonat megjelenésével, a vonat egyenletes csattogásával, mindegy, hogy ez a vonat akkoriban a Abháziába haladt-e, vagy később a frontra. A mi korunk zenéje az ütés, a beat, a lüktetés és a hangerő. Ezért hangos a rockzene, ezért túlméretezettek a festmények, ezért erősek a színek, ezért végletesek az effektusok. A kiállítás, amely Szabó Tiborné és dr. Bényi Zsolt rákoshegyi önkormányzati képviselők támogatásával valósult meg, 2022. december 16-áig látogatható a kerületrész közösségi házában nyitvatartási időben.